Szevasz, üdvözlök mindenkinek ezen a szép napon! Hiszitek vagy nem, de itt vagyok kint egy szigeten, nem másom, mint apukámmal, aki ott van mögöttem, ott sétál. Mutatom! Onnét jöttünk a dob túloldaláról, ott hagytuk a csónakot. Ugye, és ott vettem fel apukámat, mármint nem itt a szigetre, hanem ott a túloldalt a víznek, és átjöttünk erre a szigetre, gondoltuk, hogy körbenézzünk egyet. Ez egy ilyen kicsit nagyobb sziget, és ezt találtuk. Oda néz. Ugye ez micsoda? Nem tudom, így le van kerítésjelve. És ilyen solar panel rajt van a tetején, hogy ez mi lehet? Szerintetek ez micsoda? Ilyen bunkernak néz ki, komolyan mondom, ilyen valami katonai bunkernak, vagy erődítménynek. Le lehet lenni, gondolom, alája, és a föld alatt van valami. Ki tudja, ami rettentően fúj a szél, nagyon-nagyon fúj a szél, a víz az tiszta ilyen fodros, ugye ilyen hullámos, és a csónak úgy jól megy, de egyszer-kétszer ugye lelassul ugye az apám, meg a dagám, meg minden miatt, és úgy. Látod, hova érkeztem? Ilyen növényzetbe. Szerintetek van kigyó, vagy nincs? Apukám itt hagyott. Mondj, ott a túloldalt a víz. Úgyhogy oda akarok kimenni, gyorsan lemegyünk oda. Ott lesz az óceán amúgy. Legalábbis a bejárat, vagy a kijárat az óceánra. Jaj, te! Annyira meleg a homok. És az, ahogy ott hagytam a cipőmet, megint a csónakba, és tele van ilyen kicsi kagylókkal, meg mindenféle fajta dologgal ez a homokos rész, és böki a talpamat. Na nézd, kijöttünk! Oda nézzél! Kiérkeztünk! Ott van a víz! Az óceán pedig ott kezdődik. Amúgy körbe lehet jönni ugye a sziget körül, erre nem hiszem, hogy el fogok jönni a csónakkal, de itt nincs is olyan nagy hullám. Ami szép az idő, olyan mondom, szépen süt a nap, elég meleg is van, csak a szél fúj. Egy picit nagyon. Futok apukámhoz. Nézd, mit hozott megint ki a víz. Annyi mindenféle fajta dolgot lehet találni, látod? Egy papucsot, valakinek a papucsa. Múltkor, nem tudom, ki látta, vagy ki nem látta, ugye a múltkori videót találtunk a feleségemmel, meg a Davis egy ilyen kalapét, vagy ilyen ülőkét ott a másik szigeten. Ugye az is hogy került oda, fogalmam nincsen. Te! Apukám elment egyet lábat mosni. Most már lassan lehet menni búvárkodni, amire réptem rá. Oda mögénk, látod? Ott az a sziklafal. Oda megyünk majd búvárkodni, vagy pedig oda a túloldalra. Ugyanis a sziklafal környékére szoktak menni, hogy mit lehet ott találni, meg mit nem tudom, biztos falakat, vagy érdekes dolgokat a víz alatt, de majd meg fogjuk nézni. Igen, meleg vagy hideg? Meleg vagy hideg? Meleg vagy hideg? Szép kék a víz amúgy. Sehol senki, egy csónak nincs. Az előbb amúgy elment egy ilyen kisebb csónak, vagy hajó. Annyira nem figyeltem. De ott jön egy helikopter, néz minket. Nagy véletlen megfulladjunk, meg a cápákat ugye. Sehol senki. Ilyenkor hétköznap, ugye ez a szombati videó, de hétköznap filmezem, és hétköznap nem sokan vannak itt a videó. Apukám felvette egyet a víznek a hangját, a hullámnak a hangját, hogy ahogy jön. Nem tudom, mennyire lehetett hallani, vagy mennyire nem. Oda néz, ott jön egy csónak. Nem is csónak, egy ilyen nagyobb hajó. Látod, mekkora hullámokat csinál? Az a jetskivel mennénk, így át lehetne szép nagyot ráugrani. A csónakunkat pedig puff elburítaná valószínű. Elmegyünk visszafelé. Csak nem tudom, hogy hol jöttünk be. Oda néz, mit találtam, apukám, látod? $2 mennyi? 40? 70 cent? 50. Itt a homokba, oda néz, látod? $2, ilyen a $2. 50 centes. Ups, meg egy 20 centes. $2, 70 cent. Te! Ott egy vizes üveg, hogyha szomjas valaki. Szerinted nincs el több? Lehet, hogy ki kéne itt ásni erre felé. Már biztos, hogy a víz hozta ki. Nem hiszem, hogy csak valaki itt hagyta. Lehet, hogy valakinek kiesett a zsebéből. Na innen, kéne venni ilyen kincskeresőt, nem azt a... amivel lehet keresni a kincset, azt a botot, vagy minek hívják. Ki tudja, hogy mit lehet itt találni. Aztán megláttuk a feljárót. Ugyanis itt a papucs, ezzel a beszfilmeztem le. Úgyhogy itt jöttünk le valahol. Megláttuk az utat, valami elvágta a lábamat, aztán vagy beleállt, mert nagyon fáj, meg egy kicsit vérzik a talpa. Ott a katonai erődítmény, biztos, hogy be lehet menni, ahogy mondtam, és itt a föld alatt biztos valami nagy bunker van. Aztán lehet, hogy semmi, ki tudja. Ha gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy szerintetek mi lehet alatta. Mert valami biztos, hogy van ott, de hogy miért pont egy ilyen cső, vagy valami kiáll. Látod?
meg be van körve kerítésével, így életlen átugrani is ilyet tudja, ugyanis ilyen szöges háló, vagy minek hívják, van a tetején. Nem tudom, mi lehet, hogy még áram is van benne. Meg akarod fogni a kerítést? Megfogod a kerítést? Gondolod, hogy van benne áram? Nincs benne áram, hogy benne. Nincs benne áram. Na, menjünk. Amúgy ilyen ajtó, a túloldalt van az ajtó. Én azt hiszem. Kijöttünk onnét a Xinjiangból. Te, annyira megbogtam minden a kalapat, olyan mondom. Itt áll egy ilyen lakóhajó, látod, felakadt a vízen. A tetején, mintha le lenne, nem tudom, bombázva, hogy ott volt egy nagy kuka hátulján, meg ott egy ilyen kisebb mozgó csónak. Vegyünk vissza, apkával vissza itt a csónakhoz. Te, feljött a víz, olyan mondom a csónakot, az előbb a humokba hagytuk, és mindjárt odaérek meg, közben megmutatom, hol van. A vízen áll, még szerencsé, hogy ledobtuk azt a horgonyt. Van ott a két kisebb madár is. Ott van, látod? Nem tudom, mennyire lehet látni, de ott a tüzen. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint egy kicsit beljebb nyomjuk, aztán megyünk tovább, hogy merre, azt nem tudom. Így folyik befelé. Nem sokára ott lesz fönt a... Az a baj, hogy nincs nálunk semmi se, ugyanis igazság szerint kellene lenni valaminek, amivel ki tudod verni a vizet a csónakból, de nem hoztunk semmit se. Itt nincsen, oda néz, látod? A szél szinte alig fúj, a túloldalt annyira fújt a szél, és olyan hullámok voltak, hogy egy csuron vizek lettünk. Nézd, látod, még apukám fősője is. Na mindegy, így jártunk. Legközelebb tudjuk, hogy ilyen nagyobb szélben, ilyen pici csónakkal nem megyünk ilyen nagy hullámokba. Hogy nem is vagyok a hullámok, ha jobban megnézed. Megszáradtunk, úgyhogy most visszavetőjük a csónakot. Apukám már tolja is, és valószínűleg elviszem arra felé egyet, menjünk egy kört, aztán elmegy hazafelé, és én is elmegyek haza. A vizet nem tudtuk kiverni a csónakból, elmoztam magammal se vödröt, se pumpát, semmit se. Úgyhogy ha véletlenül megállítan a rendőr, akkor lehet meg is büntetni, ugyanis kell, hogy legyen benne valami vödörnek, vagy valaminek. De nem gondoltam, hogy ilyen hullámok lesznek. Na már elmenj, apukám. Menjünk, aztán megyek hazafelé. Fú, de hideg a víz most. Az a szerencsé, hogy megszálltam egy kicsit. Na megvagy? Na már meg kéne ugranom. Telefonom benne a zsebembe. Az a baj, nem vízálló. Megfogod addig a kamerát. Ó,
Nem, bebudulok. Szerinted van még benzin? Hát azt nem tudom. Megmostam a motort, kiraktam ide a napra száradni, mutatom. Ide kitettem egyet száradni, szépen megmostam. Na visszajövök ide a garázsba, rettentően fúj a szél, komolyan mondom, jöttem hazafelé, nem tudtam filmezni, ugyanis filmeztem itt-ott, de ahogy jöttem, képzeld el, annyira feltámadt a szél, hogy ezt a könnyű kis csónakot így vitte össze-vissza a szél mindenfelé, megértem benne kapaszkodni. Komolyan mondom, az emberek a parton lehet, hogy azt hitték, hogy nem tudom, hogy nem vagyok normális valószínű, ugyanis rettentő nagy szél volt, ilyen pici kis hajóval, csónakkal. Na mindegy, amúgy ki akartam próbálni, az volt az egyik fő okam, ahogy kimentem, ki akartam próbálni, hogy ilyen szélbe hogy tud menni ilyen pici motorra, ilyen könnyű kis csónak. Mikor benn volt apukám, sok baj ugye nem volt, ugyanis mikor előlült, ugye bent volt a súly, jöttek rám a víz, meg a hullámok ugye ránk, rettentő vizesek lettünk ugye, de nem vitte a csónakot össze-vissza a szél. Na mindegy, amúgy úgy döntöttem, hogy a motort valószínűleg el fogom adni, és veszek egy nagyon picit nagyobbat, nem olyan túl nagyot, ugyanis erre a csónakra ilyen nagy motort nem lehet venni. Mondták ugye többen, miért nem veszek rá ilyen 20-30 lóerős motort, erre a csónakra akkorát nem szabad rakni, ugyanis könnyű és elsüllyedne. Tehát gondolkodtam egy ilyen 6 vagy max 8 lóerős motoron, ami egy picit ugye nagyobb, de mégsem olyan nagy. Lehet, hogy olyan nagyon sok különbség nem lesz, bár a múltkor a másik motorom ugye 8 lóerős volt, és az anyagcsónak rettentő gyorsan ment vele. Úgyhogy gondoltam, hogy egy 6-8 lóerős elég lesz. Jönnek egy 45 perc múlva, és úgy néz ki, hogy lehet, hogy már el is adtam, legalábbis jön valaki megnézi, hogyha úgy van, akkor elviszik, hogyha nem, akkor egy másik ember érdeklődött a motor után, és azt mondta, hogy ő neki mindenképp kell. Ő megveszi úgy annyi pénzre, amit kérek érte, nem is alkudozik, ugyanis ő neki csak egy hétvégére kell szombatra, mert valami partira mennek, ilyen hajós partira, és nem tudom, nincsen motor, vagy belöglött a motor, és gyorsan kell neki egy motor, és azt mondta, hogy megveszi tőlem azért az árért, amennyire árulom, másnap visszaadja nekem olcsó pénzért, hogyha vissza szeretném tőle vásárolni. Nem ugye, valami ilyesmit mondod. Úgyhogy valószínűleg eladom ma, vagy ha nem ma, akkor lehet, hogy holnap. Aztán, ha mégse, akkor jövő héten. Na szervusz, mi a helyzet? Lukasz, hogy áll a hajad? Hello. Oda nézzél, olyan kócos. Így mondtál az iskolába? Vagy mi történt? Biztos a szél fújta meg. Gondolom. Davis, mi a helyzet? Really? Amúgy még mindig rettentően fúj a szélként, képzeld el. És Lukasz, mit kaptál? Megjött a DVD, amire várt, mióta vártál rá? Egy hete most már. Még. Muti. Ez a King Kong, melyik King Kong? Lives. King Kong Lives. Olyan rossz, te. Olyan rossz, tessék. Hamarosan csinálok egy véleményt róla, és én gondolom, hogy tetőn vagy annak egy F-nák ide. Rendben van, a csatornádon. Amúgy Lukasz, a többen megint kérdezték, hogy mikor lesz a csatornádon bemutató, ilyen figura bemutató.
összeset. Yesterday, tegnap. Én gondolt, ja. Tegnap azt gondoltam, hogy megcsinálod. Én gondoltam, hogy csinálom, mert mostan igazából change-eltem, az mostan different. Rendben van. Várj, hogy újabb mostan. Na mindegy, majd csinálj egy ilyen videót is a Lucas. Amúgy képzeld el, én most jöttem be, még szinte le se zuhanyoztam, nem szinte, még nem zuhanyoztam le. Ugyanis eladtam a motort, elvitték, úgyhogy nincsen motor. Van csónak, de nincsen motor. Úgyhogy most azon gondolkodtam, ugye múltkor mondtam, hogy nem adom el ezt a csónakot, meg ezt a motort, mert jó, meg pici, de ott a csónak, látod? A motort ugye eladtam, úgyhogy most valószínűleg veszek egy nagyobb motort, ahogy mondtam. Valószínűleg egy 6 vagy 8 lóerőset. Nem tudom, hogy a nagyobb motor túl nehéz lenne erre, vagy nem. És hogyha én beülök ugye hátulra, mert a motor is ott van, akkor a csónak így megy. Bár lehet, hogyha gyorsabban menni, fel tudna feküdni a vízre rendesen. Na minden, ma meglátjuk. Vagy pedig lehet, hogy eladom ezt a csónakot és veszek egy picit hosszabbat, vagy nem ilyen könnyűt, hanem nehezebbet. De hogyha meg nehéz, akkor meg nehéz húzogatni. Na minden, ma meglátjuk. Először is azt hiszem motorokat nézegetek. Úgyhogy most nem más fogok csinálni, mint le fogok zuhanyozni, csak valószínűleg nem itt a fürdőbe, és képzeld el, kiégett a villany most fönt. És olyan magas, hogy nem érem el, és nem tudom kicserélni. Úgyhogy kell egy létra. Be kell hozni majd a létrát két nap. Nem, hát most már mondjam, egy hete égett ki. Azt hagytam a 2-3 napja, de egy hete. Aj, te. Át kell mennem most a másik fürdőbe, most ott zuhanyzok egy ideig. Az a nem jó ebbe a magas ceilingbe, plafonba ugye, hogy nem lehet rendesen elérni. Hova van? És létre kell ugye mindig. Az autó, munkásautó ugye van létre, de az még a munkásautón van. Úgyhogy meg kell várni még idején a munkásautó, hogy le tudjam róla venni. Na mi a helyzet, Nyuszi? Hm? Mit csinálsz? Most a Davis nem más csinál, képzeld el, épít magának ilyen nem tudom miket, és erről ide, innét átugrik oda, onnét meg oda. Már meg nem ilyen messzire, mert közelebb viszi, de ilyeneket épít most magának, és ezen játszik. Úgyhogy nagy véletlen, te, beverje magát, ugye? Vigyázni kell, ami nincsen rajta pelenka, oda néz, mert most tanul, hogy hova kell menni. WC-re. Na minden? Úgyhogy én most elmegyek, lezuhanyzok, ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, ugye semmi érdekeset nem fogunk most már csinálni, hol a Lucas? Holnap pedig nem más lesz, mint Lucas vlog, ugyanis most már nem volt Lucas vlog, egy jó ideje nem volt, nem csináltál vlogot. In this my description, a Lucas vlog. Holnap Lucas vlog lesz valószínű, ha csak valami ugye közben nem jön, és most már egy ideje nem volt, ugyanis vagy betegek voltunk, vagy a Lucas volt beteg, vagy valami ugye mindig közben jött. Na minden? Úgyhogy én most beugrok az zuhanyba, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!